Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Műsorvezető társam és a művészek nevében is Morvai Noémi vagyok. Isten hozta Önöket a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának 2017. évi tavaszi irodalmi gáláján. Tisztelettel köszöntjük az est valamennyi közreműködőjét, az írókat, költőket, színművészeket, zeneművészeket. Bízunk abban, hogy a Pesti Vigadó gyönyörű dísztermében kellemes és tartalmas időtöltést, magas szintű művészi élvezetet nyújt majd előadásunk. Két téma határozza meg mai műsorunkat. Az első részben a 200 éve született Arany Jánosra emlékezünk kortárs magyar költők, írók műveiből készült irodalmi összeállításokkal és a Misztrál Együttes által megzenésített Arany János versekkel. Szokás szerint irodalmi beszélgetésre is sor kerül. Előbb Prőle Gergelyt, a Petőfi Irodalmi Múzeum újonnan kinevezett főigazgatóját köszöntjük, és kérdezzük az Arany János emlékév fontosabb eseményeiről. Majd Kodolányi Gyula költővel, a Magyar Szemle és az angol nyelvű Hungarian Review főszerkesztőjével beszélgetünk írói terveiről, és arról a Magyar Művészeti Akadémia kiadásában, a Hungarian Review gondozásában nemrég megjelent angol nyelvű antológiáról, amelyben magyar költők, írók művei olvashatók az 56-os magyar forradalomról. Most tehát kezdődjék a harmadik tavaszi irodalmi gála, amelynek szerkesztője Wigman Alfréd, rendezője Rátóti Zoltán, és amelyen olyan nagyszerű előadó művészeket hallunk, mint Kubik Anna, Ráckevei Anna, Újhelyi Kinga, Ober Frank Pál és Rátóti Zoltán. Nagy Gáspár, Arany János ősze, részletek. A legmodernebb, legmagyarabb és legerkölcsösebb költőnk. E jelzőket szavahihető, véleményükre ügyelő írók és esztéták írták Arany Jánosról. A szerény költő csak a 19. századi viszonyok közepette is roskadozni látszik a dicséretek terhe alatt. Hát még napjainkig. Napjainkban viselni ezt a föntebb említett jelzőkből szőtt páncélinget, kész ellenszegülés a percenként változó világdivattal. És modern íróként számon tartott mai írástudónk mondja, írja róla, hogy a legmodernebb. Hogy micsoda utakat próbált egészen az abszurdig, de szemléletén is erőt véve és nem erőszakot téve, a legtisztább meggyőződésére hallgat, amikor népe és nemzete szolgálója lesz. Tetszhet-e abszurdnak, ha így indul a vers? Ó, értsd meg a szót, rendületlenül. És így végződik? Ó, értsd meg a szót, árban is apájon, szírt a habok közt, hűséged megálljon. A korszak ismerős. A hűségre való felszólítás nem lehetett időszerűtlen. 1860-at írtak. A nagy Széchenyi vers vitte a halálhírt, és ez pedig visszautalt erőteljes imperatívuszaival a 10 évvel korábban történtekre. Számomra Petőfi és a szabadságharc tökéletes egybeforrottságát, a tragikus bukás és nagyszerű halál egymásra vetülését két Arany Jánosi sor jelenti, ahogy ő már értelmezi is a személyes fájdalmán túl a történteket. A most szorító történelmet. Nevezzük a rendületlen hűség maximumának. De azt hiszem, a mindenkori magyar nyelvű költészet két legkifejezőbb soráról is szóltunk, amely így hangzik. A könyv nem éget már, csupán ragyog, nem törlöm még le, de higgadt vagyok. Németh László szigorú, de leginkább meggyőző aranyesszéjét hadd idézzem. Mint a nemzet, az igazi alkotó is vállalkozás. A tehetségnek is van egy széles alaprétege, s a fölött a vállalkozást irányító erő, a képességek fölött szerepteremtő akarat. Poéta nascitur, de az író mégsem a természet nyers ajándéka, nem csak az, amit kapott, hanem az is, amire felhasználta. Arany János a legmagyarabb költő. Talán épp képességnek és szerepteremtő erőnek ebben az aránytalanságában a legmagyarabb.
Nincs irodalmunknak nagyobb erőkészlete nála. Sosem álltunk közelebb ahhoz, hogy egy elsőrangú összegzőt, egy Cervantest, Shakespeare-t, Arisztofanészt adjunk a világnak. Rövid üzenet aranytekintetes úrnak a felvidékről oda átra. Kellene néhány új Toldi Miklós, hogy megvédje nyelvünket, nemzetünket, az iskoláinkat a trianoni toportjának elől, itt a Kies Kárpát-medencében. Leégett már Krasznahorka büszke vára is, igyekezzék hát kigyelmed, mert fogytán az idő. A nagyságos fejedelem nyugvó földje várja a segítségét. Kelt az úr 2017. esztendejének március havában hűséges tisztelője, Gál Sándor. Tamás Menyhért, arany napom. 2017. március 2-a. Nézem a síremléket, az Arany János után zarándokolt, fényt fésülő tölgyek párját, az aláereszkedő ágak élénkülő játékát. Hosszan nézem, nem tudok szabadulni az érckoporsó és a kettős fejfának szegődő tölgyfák látványától. Mögöttük, benső látásomban előárnyékolnak a Margit-szigeti lombok. Megnyitja idejét a szikrázó idő. Ettől a pillanattól ismétlőn csak kérdezni tudok. Ki ő? Egyszeri tünemény. Múlt, jelen, jövendő, hármas oltára. Amit rég érzek, bennem varázs. Vidékről, faluból városba, nagyvárosba kerülni torlódó lelki állapot. Kínzó napjait, óráit elviselni, hát még megélni, maga a gyötrelem. Arany János világgá beszéli. Minden sora kitakartan vall. Ez csak az érzi teljes mélységében, akit Isten igazából megcsapott a város hidege. A magam tapasztalatát sokszor és többképpen megírtam, próbáltam szabadítóan kiírni magamból. Igazi szabadítóm Arany János benső parázslata volt. A már-már hibájául felrót érzékenység engem melegített, semmint riasztott. Menekítő volt minden múzeumkerti könyvtárban töltött délután, amit Arany vers társaságában töltöttem. Szó után a hely. Ének a Pesti ligetről, a tölgyek alatt ébresztésére szomjal követtem a megfáradt költő zarándok helyeit, a fák gyógyító oltalmát. Ligetnyi szabadság. Bódultam este tájt haza a bérelt ágyra, ahol a zöld ligetnél kétszerte súlyosabb csond fogott közre. Képzeletem pedig gyermekkoromat éhezte tovább. Miközben arany emlékképe a vándor cipó bölcső felé mozdult, az enyém Bukovina bölcsőjétől indul, cipóval elvétve, ha találkozik. Út helyett az úttalant kínálja, egyedül az anyai szív. Az anyai szó éltet. E vándor cipó a csöndben nem csak lelket adott. Hozott viendő igémet, költészetre keltette. Az öregedő szem csodája, akár a nap lombok között is lát.
az öregedő lélek csodája, az egykori sejtéseket is előeleveníti. Rég rebbenéseiben szárnyat cserél születés és halál. Aki a tölgyek alatt nyugvásában futamodást lát, semmit sem ért a poklokat, vesztéseket megélt, betegségeit élő alkotó fegyelméből, poklos mélységeiből. Csak is ekkora mélység emelheti dalosát a tágasság magasába. A meddő órán égföld látomása igazolja, hogy a csillagutak és a gondolat útjai egyformán megfuthatatlan töredék utak. Végül marad a roppant csöndben rést kereső lobbanat. Vári Fábián László szellembeszéd Arany János modorában Csontvári Zrínyi kirohanása című festményéhez. Írni, mint volt, ma ki lenne képes. Az emléktár zárolt, a nyelv tehetetlen, a látomás mannáján csak festők élnek, ki közben járót fizetnek a mennyben. Csontvári csöndjét feltörtem egyszer, drámámmal küszködött már napok óta, de vívó törlet most az ecset kezében, színeit ész nélkül döfkötte, szórta. Oda tett engem, mint holmi pojácát Szigetvár szomorú színpadára, de hogy a holdat leszakíthassam, a varázs igét már nem adta számba. A pogányból dúsan dőlt a mocsokszó, bár sárkány torokkal üvöltött volna, forogjon el már a nyomasztó színtér, hadd következzék a valódi torna. Jézus Allahhal jegyzéket váltott, magzathalált halt, így is a béke, ami megváltunk magába roskadt, és bánattal bámult öt nagy sebére. Itt a köveknek is kínjai lesznek, a bazalt visszaréved lávakorára, a varjak a maguk módján temetnek, de megpihenni, jaj, nem lelnek ágra. A pokol ura már rohamot rendelt, fegyenceit mind a vár ellen küldte, a halál a had élén dísztörökben jön, s táncoltatja ménnyét a kürtre. Lendülnek mindjárt a boncsokos zászlók, a szabják víjogva egymásnak esnek, szépen ürülnek a megnyitott vénák, a vasalt lólábak vérhabot vernek. A halál torkának ugrottam ottan, de magát az ördög megsokszorozta, szerecsenjei kordomba fogták, kölykeivel kelhettem csak birokra. Szívekbe szaladt, belek közt viháncolt, csattogva csonkolt a jó damaszt penge, ám villant s robbant valami szem közt, s én megérkeztem a totális csendbe. Kisboldog asszony maga jött, értem, láncon acsargott még csak az este, megmosta tündöklő lábát a vérben, fejem izsóppal bélelt kosárba tette. A lenyugvó nap még visszahanyatlott, s nyugtázhatta már gyolcsban a lelkem, fellegrogyott az üstökös romokra, de én már uramban békére leltem. Magyarjaim, ha felemlegettek úgy 450 esztendők múltán, legyetek résen, új áfiummal, kolduló haddal vonul fel a szultán. Bogdán László
Levéltöredékek Arany Jánosnak. Vallomás a kamaszkorból. Daliás időknek csatás emlékei valahogy nem tudnak köddé is mállani. Toldit, az estéjét, a balladáidat. A hős nagyidai vándorcigányokat olvastuk tűnődve, s lázasan remegve talált meg egy mezőn az a régi este. Megtudhattuk végre, hogy hogyan is veszett alkotmány, szabadság, bárdok, a velsziek. Hogyan is veszett el, hanyatlott egykoron gomolygó felhőkbe büszke drégei rom. Hogyan halt meg Toldi, Bendegúz és Buda? Hogyan lett Attila az Isten ostora? El nem menekülheti senki a sorsát. Elvész újra s újra a ma régi ország. Nézzél, ősz mesterünk, most a képzelgőkre, verseidbe veszvén, daliás időkbe, tévutat tévesztve bolyganak. Lázbeszéd, fenkölt hegyi beszéd. Hazug kortes beszéd nyűgözi le őket. Most vészel a haza. Végleg körénk zárul fogjunk az éjszaka. Szeretettel köszöntöm körünkben Prőle Gergely főigazgató urat, és mindannyiunk nevében nagyon sok szeretettel gratulálok kinevezéséhez. Mint ismeretes, idén január 12-én vette át a Petőfi Irodalmi Múzeum irányítását. Valójában ez nem csak egy múzeum igazgatását jelenti, de a magyar irodalmi élet egyetlen költségvetési intézményének vezetését, amely éppen emiatt rendkívül kiterjedt tevékenységet jelent. A múzeum kötelékébe tartozik az ország szinte összes irodalmi emlékhelye, de az állandó és időszakos kiállítások rendezése mellett az írói hagyatékok gondozása, feldolgozása, a magyar irodalmi művek idegen nyelvekre történő lefordításának ügye is a feladatait szaporítja. Kérem, fáradjon a színpadra! Szépen, jó estét kívánok! Ha jól értem, ez már maga lett volna a kérdés? Nem, nem, a kérdés az most következik. Az eddigiek... Az eddigiek ismeretében... Nem szól a mikrofonom, most már szól, igen. Az eddigiek ismeretében kérdezem, hogy milyen elképzelések és tervek szerepelnek főigazgató úr programjában, mit kíván megújítani és mit kíván megőrizni a PIM eddigi tevékenységéből? Mindenek előtt szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást a mai estére, és köszönöm a kedves gratulációt is, ami itt az imént elhangzott. Valóban egy nagyon sokrétű tevékenységet folytató intézményről van szó. És ahogy itt az összefoglalóban is elhangzott, igazából egyszerre vonatkozik a mi felelősségünk az irodalmi múlt, az irodalmi hagyomány ápolására, és a kortárs irodalom pozícióinak a javítására is. Ami a múltra vonatkozik, és amit talán kicsit másképp csinálnék, mint eddig volt, az a következő. Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog ugyan, hogy a kortárs irodalomnak megpróbálunk fordítások által és mindenféle rendezvény által pozíciókat szerezni itt-ott, de van némi adósságunk avval kapcsolatban, hogy a magyar irodalmi múlt mennyire ismert a határon túl. Tehát szeretném, hogyha egyes klasszikus művek jobban ismerté válnának, és itt hagy idézzem föl azt a tapasztalatomat, amit még az 1999-es frankfurti könyvásáron szereztem, amikor ugye kiderült, hogy a korszellem, talán azt lehet mondani, nyugat-európai korszellem megfelelő felismerésével, ugye ott sikerült Márai Sándor műveit úgy pozícionálni, hogy valóban lenyűgöző világkarriert tudtak onnantól kezdve befutni. Érdemes ezeket a folyamatokat alaposabban elemezni és áttekinteni. De ami még ehhez tartozik, és ami a múlt
feldolgozását illeti. Ugye a mai világban nem lehet pusztán a nyomtatott papírral foglalkozni, ha az ember az irodalomra gondol. Nagyon fontos az, hogy a digitalizáció által valóban közkincsé válhasson mindaz, amit mi irodalmi örökségként tartunk számon, és ez egyszerre jelenti a régmúlt, értem ez alatt a 18-19. 20. század irodalmának digitalizálását, de ugyanakkor jelenti a mostani hagyatékok mielőbbi feldolgozását is. Tehát én azt gondolom, hogy a közgyűjteménynek, amit a magyar adófizetők pénzéből tartanak fönt, kötelessége, hogy azokat a gyűjteményi darabokat, amelyek a tulajdonába kerülnek, azokat minél inkább megismerhetővé tegye, és ez ne egy automatizmus legyen, hanem egy olyan filológiai szakmunka eredménye, ami valóban kutathatóvá és megismerhetővé teszi mindezeket. Ennyit a múltról. És akkor most a kérdés másik fele, hogy mi az, ami a mostani tevékenységünket jellemzi. Én azt hiszem, hogy az ember nem mehet el becsukott szemmel, vagy becsukott füllel azok mellett, az adatok mellett, amelyek sajnos minnyájunk előtt ismertek, ez pedig az, hogy egy ifjúságkutatás szerint, ha a legpesszimistább variációt veszük figyelembe, akkor 20-30 év múlva gyakorlatilag nem lesz múzeumlátogató közönség ebben az országban. Most innentől kezdve már csak a muzeológusok munkájának megtartása érdekében is. Én azt gondolom, hogy kutya kötelességünk olyan programokat kialakítani, amelyek az ifjú nemzedéknek, gyerekeknek, akár óvodáskorú gyerekeknek is lehetőséget teremt arra, hogy közelebb kerüljenek az irodalomhoz. Ugye van nekünk egy fantasztikus intézményünk, Kányádi Sándor kezdeményezésére jött létre a Mesemúzeum a Döbrentei utcában. Ott ezzel kísérletezünk. Hogy lehet ezeket az apró kis gyerekeket az abstrakció irányába vinni? Milyen vonzerőt lehet feléjük sugározni azáltal, hogy olyan ügyekkel foglalkozhatnak, amelyek segítik őket, hogy az abstrakció világába elkalandozzanak, és ezt a leírt vagy az olvasott szó által tegyék. Tehát ez a nevelőmunka azt hiszem nagyon fontos, és különben pedig nagyon szeretném, hogyha a múzeum olyan módon lenne része az irodalmi közéletnek, hogy valóban mindenki, aki vállalja Petőfi Sándor örökségét, az ott otthonra lejjen. Úgyhogy ez vonatkozik az itt jelenlévőkre is. Nagyon örülnék, hogyha minél gyakrabban láthatnánk Önöket. Elhangzott már, hogy idén ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. Az emlékév programját a Petőfi Irodalmi Múzeum fogja össze, koordinálja. Meg tudna említeni néhány jelentősebb eseményt? Hogyne, és nagyon örülök, hogy pont a mai napon jöttünk itt össze, hiszen ma délben nyílt a múzeumban az Önarckép állarcokban című kiállítás, ami egy Arany János emlékkiállítás, de ahogy itt több kortárs irodalmi alkotásban is hallottuk, ennek a fantasztikus, izgalmas személyiségnek próbál a nyomára bukkanni. Ki is voltak éppen Arany János? Hiszen a különböző irodalmi szerepek mögött rejtőzködő író az egyik része ennek a kérdéskörnek, de ugyanakkor az irodalmi emlékezetnek az a súlyos, vaskos, többszörösen bordóbársonyba burkolt rétege, ami takarja, óvja, kicsit felmagasztosítja az Arany Jánosi figurát. És azt hiszem, hogyha a mai világban közel akarjuk hozni az olvasóhoz Arany Jánost, akkor meg kell nézni, hogy ezek mögött, az izgalmas irodalmi figurák mögött voltak éppen milyen személyiség, milyen írói attitűd húzódik. Ez nem egy egyszerű feladat, és nyilván meg kell vizsgálni a különböző művekben megjelenő főszereplőket, hogy viszonyul egymáshoz mondjuk Toldi Miklós és Bolond Istók, hogy egy ellentétpárt említsek, vagy Vojtina és egy Velszi Bárd, hogy egy másik ellentétpárt említsek. Tehát
azt hiszem, hogy ezeken a műveken keresztül talán közelebb kerülhetünk az aranyi életműhöz. Bocsánat, ha egy kicsit sokat beszélek arról, ami igazából foglalkoztat, hiszen ez a legaktuálisabb esemény, ami mondjuk minket mostanság érintett. De való igaz, hogy ugye az Arany János Emlékbizottság, aminek Áder János az elnöke, Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, és Lovász László a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a tagjai, és nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy a titkára lehetek ennek a bizottságnak. Nos, hát itt aztán világosan kiderül, hogy komoly népmozgalom alakult ki Arany János 200. születésének 200. évfordulója alkalmából. Megdöbbentő és lenyűgöző, hogy országszerte ki mindenki szeretne ehhez a programhoz kapcsolódni. Egyébként a Magyar Művészeti Akadémia is, ha jól tudom, Rátóti művész úr kezdeményezésére itt az összes aranyvers felvétele, illetve közösségi médián való hozzáférhetősége. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly tett. De mondok még egyet, ami megint csak egy fontos kortörténeti megemlékezésre is lehetőséget teremt. Ez az, hogy határon túli és határon belüli partneriskolák együtt látogathatnak el Arany János életének különböző helyszíneire. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos, ha tetszik, irodalmi turisztikai program, de minden esetre segít megismerni azt a kort, amiben Arany János élt. Ezen kívül a zeneszerzői pályázat, zeneszerzői verseny, irodalmi pályázat, majd mondtam lepényevés, zsákbanfutás, számos olyan eleme lesz az Arany évnek, ami mondom, az egyes helyi specifikációknak és korosztályi csoportoknak megfelelően próbál Arany Jánosra emlékezni. Főigazgató úr, köszönjük szépen a válaszait. Én is köszönöm a beszélgetést. Most pedig, kedves vendégeink, Arany János Széchenyi emlékezete című verse következik Török Máté zenéjével, a Misztrál együttes előadásában. Fogadják szeretettel. Jóslatával kimondá, a magyar lesz, hogy legyen. Thank you.
költi, dús élte kincsét, ám bár napja múl. Ha nem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomul, melyben maradt s nőtt önnő tiszta fénye, amint időben s térben távozik, melyhez tekint fel az utód erénye, úhajt, remél, hisz és imádkozik, úhajt, remél, hisz és imádkozik, óhajt, remél, hisz és imádkozik, óhajt, remél, hisz és imádkozik. Tornai József Arany János a szakál szárítón. Férfi lettem, és mit találtam? Szerelmet bogáncsá váltam. Körülnéztem, és állt előttem rothadásba málló testem. Miket hittem, min rágódtam dogmákon nevelt agyamban? Nem leltem elmét, bár egyet, aki fejtől lábig megnyert világ ábrája hívéül, vakok ellen menedékül. Haj, mert nem volt olyan mester, ki nem fogott mellé egyszer, kétszer, s mindent szentnek hinni annyi, mint gyerekmaroknyi igaz tétellel világnak szállni, akár hársvirág mag. Röpülhet így, és virulhat, látva szakadék utunkat, megmaradhat így az ember? Bíre még a káosz rendel öldöklésben a tisztátlan eszmék katedrálisában? Nem tudom, szörnyű-e, szép-e, eloszlunk az örök kékbe, nem lesz hírünk, szellemnyomunk, csak a föld helyére tolult elemek, atomok tánca új zenébe, dobzódásba. Mezsei Katalin Arany János. Borostyán kőbe dermedett bogár, előmos-e egyszer a tengerár? Sorsodat akkor is kifejti meg lényedet, lényeged. Elmennék. Boldogabb és jobb hazát keresnék, új nyelven, új dallal kergetném a szerencsét. Ha volna, amit mondhatnék magamról, amit helyettem nem ez a föld gondol, amit ha százszor megszöknék is innen, ne kellene vérembe oltva vinnem.
Honvágy Arany János után. Mert nem engem igazolt az élet, önmagamat számkivetve élek. Szaremberek levegőjét szívom, s elrothadok még innen a síromon. Mert nincs más mód kenyeret keresni, a pénzt tőlük kell havonta lesni. A türelem belül vassal éget, szörnyű véggel ijesztget a végzet. Megpróbáltam urrá lenni rajtok, kényszeredett parolájuk sajgott. Visszavették százszor, amit adtak, csak a szolgamunkára kapattak. Adták ugyan, amit fanyalogva, tudatva, hogy nem becsülnek sokra. Hogy a helyem ott van a sarokba. És én csak álltam, némán, mosolyogva. Orosz István, Arany János variációk. Járnak hozzám méltóságok, kötik rám a méltóságot, megbocsásson méltóságtok, nem érzek rá méltóságot. Hívnak a méltóság kötözők mobilon és emileznek, megígérik, hogy ő méltóbb köreikbe bevesznek. Méltatlan amúgy is odaállt egy éppen ilyennek, de a nem méltánylom, bocsi, ők már semmit se tehetnek. Kiskeresztem, hogy szereztem? Feleljétek ezt, ha kérdik. Elkopott a lába térdig. Kiskeresztet hogy szerezzek? Mennyit jártam érte pedig? Mit adjak most vissza nekik? Kiskeresztet hogy szerezzek? Visszaadni most a divat, de kinek nincs? Vissza mit ad? A hazáról egy merész szót én is ejték hajdanába, mikor annyit is nehéz volt. Most közömbös lettem, s gyáva. Most! Mikor szabad sajtó van, és üvölt a pajkos gyermek, s vénasszony az utcajtóban nagybátran fülébe ordít a királynak, miniszternek. A hazáról pár merész szót hajdanában ő is ejtett, amelyet, ha nem volt rá mód szólni nyíltan, versbe rejtett. Utánoztam, ó, de hányszor. Ma már csak egy utat járnék, elég volt a kamuflásból, az se baj, ha korszerűtlen, a harmadik velszi bárdét. A világ egy rozzant csárda, rossz menedék, télbe-nyárba, télbe fázol, nyárban ázol, mégis benne éjszakázol. A világ csak egy QR kód. Nincs mögötte, tán nem is volt soha semmi, csak egy nagy lyuk. A többit meg kitaláljuk. Ma 62 esztendeje annak, mikor engem megtettek Johannak, esztendeim hát bővibe vannak, nem sok időt ígérek magamnak. 62 éve, hogy lett belőlem Pista. Tele van már velem mindenféle lista. Csurig vagyok én is már saját magammal. Ennyit élni együtt egy ilyen alakkal. Ág István, Arany János, mindvégig. Lomhábbak az évek, órái megértek,
S hultanak el oly sok csupasz ének önkínja dicséret műveivel. Torlódik az ajló jég, ver az ajtó szárnya hegye, s bent kéjben aranyló dunyhába dagasztott éj fekete. Télkompjai állnak, szállhatsz a Dunának árja felett, fagyban külön arcot kell visszapofoznod, hogy te lehess. Tóth Erzsébet, szégyen nélkül és rongyaiban. A fagyos avarban holló csapat kapargált elmélyülten. Jöttömre felhussantak, szálltak, fénylő égi brikettek. Egy holló ott maradt. Kisfiút szoktak így otthagyni társai, és akkor sem ment el, amikor egészen közel értem. Szemében szomorkás vád pislákolt. Mi lesz a szegény hazával? Ezt kérdezte. És nem várt választ. Röpült egyedül a többiek után. Miért pont tőlem? Talán alkalmas alanynak látszom, hogy már a hollók is zaklassanak. S ha válaszolok, csupán a hollónak. Tudom én, kedves holló, egy rendes költőnek illene a hazáért lángolnia. Miféle költő vagyok én? Arany János nevelt lánya. Nem szeretnék a szemedbe nézni, ha visszajönnél. Szerettem volna lenni a nagyoknak kis vadvirág folytatása. Élő vád, szeretet, féltés, akarás, jövendőlés, indulat, és látomás szirmaim lettek volna. Nem volt hozzá se nap, se víz. Nem is nőttem, nem is haltam meg. Hová lett a költő belőlem? Pincében bolond gomba. Miután elröpültél, megláttam itt a népnemzeti öltözék egyik variánsát, amit a leghibbantabb divattervező is megirigyelhetne. Egy hatalmas pokróc spárgával az emberre erősítve is az embert, aki ember lehetett volna, ma úgy hívják a környéken csontvári. Minden hús elfogyott róla. A pokróc zsineg összeállítás kissé unalmas, de örök divat, mint a jeans egy másik világban. A világ proletária. Hát a földön futó, az éhező, a csíkzabáló, az odulakó. Honnan tud mindig részeg lenni? Kinek a karácsony csak sörös üvegek csilingelése, az egy tál ételért türelmesen sorban álló szégyen nélkül és rongyaiban. A világ proletária. Soha! Soha! A világ teremtése óta. Nem tüntette el őket egyetlen világ megváltó. És lélekszámuk nő. Egyenes arányban, sőt, hatványozottan a gazdagság, a pompa és a kényelem apokaliptikus méreteivel, a közönnyel, a
politikai és magángengszterizmussal. Nem lehet megmelegedni ebben a világban. Valaki fázik, és verejtékétől a fejéhez fagy a haja, és megáll a szíve a szívtelenségtől. Kis büdös falu a város. Hát a szegények szaka erősebb a hány ingert keltő szánalmas parfümöknél. Ha roskadozó odukra nem lehet üvegpalotákat építeni, a szegénységre bankokat. A viskók maguk alá temetik majd a palotákat, mert túl közel vannak egymáshoz. Túl közel van egymáshoz Rózsadomb és Keleti pályaudvar, New York és Balkán, és két ellenséges bolygó lakói ők. És csak a félelem és az utálat és a szakadék nő. Hol zsarnokság volt, ott zsarnokság van. Nincs szívem szépséggel terhelni a verset. Honnan vegyem a szépséget? Nincs már szívemben semmi szépség. Költő hallgat inkább. Vagy hatalmas szégyent von a fejére, mint én. De nem érdekel a szégyen. A hazugság érdekel. A gigantikus képmutatás, a digitális szemét, pesztis, közöny, bukás, alkotás. Gyöngyeidet a disznók elé is kész. Mit tehetek a szegényekért? Mit tehetek magamért? József Attilára gondolok, mindig megmegállva. Olyasmit tudok, amire nincs igény. Amire igény van, arra nekem nincs igényem. Van még papírom és ceruzám, és szemét halmok alól előbújó csöpp virágok. Kis Anna, arany. Este van. Júdás pénz ér a falhoz. Az Úr almát, szavakat válogat, keresve fel-le, hamleti beszéd mint lőn magyarrá. Arany. Omen est omen. Kinek mi felszéllel bolondok, mind családja lettünk, a sápad dán királyfi, még szegény Jorik is. Miért félek? Az Úr almát, szavakat válogat, már kél a nap, véle a csodaszarvas, ég sértett hősével a tarló, lepedő gyolccsal futnak a vizek, tört holddal. Kilopakszik véres új balladákból. Virrasztva könyvén felszéllel bolondok, az ő eperfalombja borul ránk, suhogja, miféle nép vagyunk, hagyva magnak, szavainkkal, tanúnak. Király László, öreges fiaimnak,
farkasnak, Zoltánnak. Ha majd vén leszek és magabiztos, mint egy hibátlan hexameter, ülök bambán és részvétlenül diófám alatt napkeltére várva, mely reggelente halomhírt hoz, pörgőbetűkkel, szóval, képpel, hogy ne csüggedjek kívül, belül, mert érc soraim tárt karokkal várja az öreg költők antológiája. Szóval, ha nyár lesz, mert azt kedvelem, nem hull levél, és minden óra kezdet, ébred az én, nekem, engem, velem, s valódi hajnali jázminok lengedeznek, és élek, és páráll a piros cseréptető, madár csirran, vagy ami annak nevezhető, s látom a kerten alábbalak fakó szakállát lengetve a mindenható, kit magyarul Arany Jánosnak neveznek. Akkor vonok föl jelvényt, lobogót, és nem osztozom többé semmi kincsen, csak Istenemmel, aki nem van vagy volt, hanem csak óv, ha kell, nem nincsen. Ifjúságom távoli, mint egy palack, remekbe hűtött krepkaja vodka, s rosszul zártak be ki engem, a falak omlanak kürtszóra, ronynak, darabokra, mint a hétszentséges örökbirodalmak, vagy mint hajdana ribanc életkocsma. Induljatok, várlak vetni szót, magot. Itt mindenki meghal, de senki se halott. Visítnak a szelek, de senki se árva. Közelgő híretek a kaput kitárja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, műsorunk első részének végéhez értünk. Kérem, hallgassanak meg ismét egy megzenésített Arany János verset, a Szent László legendát, Heinzinger Mika feldolgozásában és előadásában. Utána szünet következik. Monda Lajos a nagy király, eredj szolgám, Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre, a tatártól nagy veszélyben forog Moldva, ez a véghely, a tatárra veled menjen, 10 000-nyi lófő székely. Kél Budára, Lacfi Endre, veszi útját Nagyváradnak, Köles termők Unság földén, jó csatlósi áthaladnak, Várad Kövecses utcáin, lovuk acélkörme csattog, messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett, visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet, koporsója kőfedelét, nyomja szinte 300-at, ideje már egy kevéssé szellőztetni a szűk házat, és megindul ki a térre, és irányát vészi jobbra, hol magasan felsötétlik értvűl öntött lovak szobra, táborul megérzi a mén, tombol nyerít, úgy köszönti, megrázkódik a nagy ércló, csért szlovagját földre dönti, egy ugrás a kálvária, s 9 a király hágó, hallja körme csattogását, a vad széke és a csángó, ám a lovat is lovagját, élő ember nem láthatja. Csodálatos, de csodákat szül az Isten akaratja. 3 teljes álló napig vívott a pogánnyal Lacfi, nem volt kevés a székely szív, de kevés a székely harcfi, míg a tatár több, mint folyva, vagy mint a puszták fövénye viaskodik,
nyilát szórja, besötétül a napfénye. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uram Isten és Szent László! Mint oroszlán víj a székely, megszorítva, nem megtörve, most a bércen láthatatlan csattog a nagy ércló körbe. Sokat előtt gyors futtában a repülő, kurta csákány, sok ki sem mozdul helyéből. Maga rab lesz, lovazsákmány, foglyul esett a vezér is. Atlamoszt egy alázatja, nehéz sebben vére elfoly, életét meg nem válthatja. Fel Budára, Lacfi Endre, számos hadifoglyot indít, annyi zászló, annyi préda, ritka helyen esik, mint itt. Rabkötélen a tatárság, félelemtül még mind reszketés vezeklik, és óhajtja felvenni a Szent Keresztet, hogy elértek Nagyváraddá, vala éppen László napja. Keresztvízre áll a vadfaj, Lacfi lévén keresztapja, összegyűl a tengernéző, hinni a csodába, melyet egy elaggott sírba hajlott ősz tatárnak nyelve hirdet. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, az győzött le minket harcon. A hívásra ő jelent meg, vállal magas mindeneknél, sem az előtt, sem azóta nem láttuk azt a seregnél, mert nem volt az földi ember, egy azokból, kik most élnek. Feje fölött szűz alakja látszott ékes nő szemének, koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos. Mondd a nép, a Szent László és a szűz a boldogságos. S az öreg tatár beszédét, noha kétség nincs felőle, bizonyítá a templomnak egy nem szava játszó őre, hogy három nap a sírboltban Lászlót hiába kereste. Negyed napra átizzadva találtatott boldog teste.